Május 16-a éjfélig adhatják be a 2011-es egységes kérelmet a gazdálkodók, tájékoztatott a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal képviseletében Gál Tamás kamarai tanácsadó. Arra érnem fel a figyelmet, hogy azoknak, akiknek ültetvényes programjuk van, illetve ültetvényen gazdálkodnak, azok már most keressék a falugazdász, illetve az agrárkamai tanácsadót, akik tudnak segíteni ennek a kérelmnek az elkészítésébe, ugyanis a májusi határidőt össze fognak torlódni, és akkor kétséges, ugye, hogy mindenkinek fogjuk-e időbe tudni teljesíteni ezt a kérelem beadását. Azok a gazdák, akik támogatást szeretnének igényelni, az egy hektár alatti területek esetében igazolniuk kell az érvényes földhasználati jogot. Az ezt igazoló, bizonyító erejű okirat lehet például az ideiglenes vagyonkezelési szerződés, abban az esetben, ha valakit önhibáján kívüli okból nem jegyeztek be a földhasználati nyilvántartásba. A másik fontos dolog, ugye ez tavaly óta a gazdálkodóknak, tehát támogatás csak akkor jár a gazdálkodóknak, hogyha földhasználati lappal is rendelkeznek. Ezt ugye a földhivatalnál tudják kérni, hogyha a saját tulajdonukban van a föld, vagy érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek. Ez a 22/2011-es FM rendelet tárgyalja, hogy minden gazdálkodónak a földhasználati lappal kell rendelkezni. A 2011-es évre vonatkozóan 2011. június 9-ei az a dátum, ameddig földhasználati lappal kell rendelkezni azoknak a gazdálkodóknak, akik támogatást szeretnének igénybe venni a földjükre. A gazdák a megyéjükben működő falugazdászokat és kamarai tanácsadókat kereshetik fel az ügyben.